1.423.000-en töltötték ki a nemzeti konzultációt, ezt Dömötör Csaba jelentette be. Az államtitkár az eredményeket ismertetve elmondta, hogy a minimálbér emelésében, a családoknak járó adóvisszatérítésben, a családtámogatások és a munkát terhelő alacsony adók védelmében, valamint a hitelmoratórium meghosszabbításában legalább 90%-os egyetértés volt. Dömötör Csaba hangsúlyozta, a nemzeti konzultáció célja az volt, hogy mielőtt a kormány döntéseket hoz az ország újraindítása érdekében, kikérje a magyarok véleményét. Ezek az eredmények számunkra azt mutatják, hogy a járvány utáni időszakban is folytatnunk kell az adócsökkentések és a folyamatos, fokozatos béremelések politikáját, miközben tovább erősítjük a családtámogatási programot, és a hitelmoratóriummal támaszt adunk azoknak, akik nehezebb helyzetben vannak.